nálam, hogyha a bevonuló zenék döntenének arról, hogy ki a világ legjobbja, akkor meg sem közelítené senkit Daryl Gurney-t, ez egészen biztos. Viszont hát egyrészt nem ez dönt, másrészt meg Daryl Gurney nem közelít meg senkit ebben a Premier League-ben, és akkor Rob Cross most vegyük ki a sorból. Hát érdekes mérkőzéseken van túl Michael van Gerwen. Sokat beszéltünk róla korábban, az előző meccsét megnyerte Gary Anderson ellen, méghozzá 103-as átlag fölött, azt megelőzően döntetlent játszott Glenn Durant-tel, és az előtt pedig itt a két napos szünet után olyan simán kapott ki Peter Wright-tól 8-1-re, hogy azt fájt nézni tulajdonképpen. Igen, és közben meg látjuk, hogy Dave Clark is küzd önmagával és az elemekkel, hogy egy ilyen jótékonysági, hát ilyen, hogy mondjam, lélekformáló túrán van jelen pillanatban Dave Clark, ugye, aki 23 évig élő műsorvezetője volt a darts közvetítéseknek, napi 15-17-18 mérföldeket gyalogol elég komoly körülmények között, túrázik, úgyhogy és gyűjti a jótékonysági pénzeket most, hogy bevágták. Visszatérve arra, amit említettél, igen, ugye a top 3-mal játszott Fangerben az előző három fordulóban, és hát Peter Wright, pont fordítva történtek a dolgok, ugye Peter Wright nagyon elverte őt, Glenn Durant ellen azért volt esélye nyerni is, de Durant-et hagyta végül is visszajönni a meccsbe, és hát Gary Anderson viszont, hát hogy mondjam, egy életbevágó mérkőzésen le tudta győzni. Itt az a kérdés, hogy most, amikor tényleg nagyon-nagyon fontos, egy olyan Gurney-t le tud-e győzni, akinek már igazából semmilyen tétje nincsen. Gurney meg, hát mit mondjak, tisztes helytállásért hajt, már másért nagyon nem tud, hiszen előrébb nem tud jönni a tabellán, tehát azokat a bizonyos 5000 fontokat már nem tudja gyűjteni, amit helyezésenként lehetne, és hát igazából most már tényleg csak annyi van, hogy le kell játszani a Premier Ligát. Én nem hiszem, hogy egyébként, tehát hogyha a Van Gerwen kicsit is tudná hozni magát, akkor Gurney nagyon ellenállna. Sajnos többször észrevettük az utóbbi meccsein, hogy az elején még így megtolja, megnézi, hogy mi a pálya, és utána, amikor látja, hogy nagyon erős az ellenfél, akkor nem azt mondom, hogy föladja, de már nem ad bele annyi energiát, amennyit kéne mondjuk adott esetben egy éles szituációban. Meg tudom érteni egyébként, hiszen azért ez a helyzet, ami most ott van, hogy össze vannak zárva már két hete, gyakorlatilag a játékosok, és senki nem tud nagyon sehova mocorogni, hát nem csodálom, ha már lelkileg is problémákat okoz ez egyes játékosoknál. Bennem is az fogalmazódott meg, amit te mondtál az előbb, hogy Gurney nagyon ellenállni nem fog valószínűleg, éppen ezért talán nem áll messze az igazságtól az, hogy Van Gerwen itt saját maga ellen játszik tulajdonképpen, és nem azért, mert Gurney rossz játékos, egyáltalán nem erről van szó. Hogyha saját magán, a saját hullámvölgyein felül tud kerekedni Van Gerwen, akkor ezt a mérkőzést meg fogja nyerni. Ami persze nem biztos, hogy elég önmagában, de elengedhetetlen ahhoz, hogy tovább jusson, vagy legalább egy pont elengedhetetlen. Gurney vezet hátsó pályáról. Nem kezdődik jól Van Gerwen számára a mérkőzés, eléggé elaprózta, és egy ilyen 59-es első 9 nyíl, és egy 71-es körátlaggal sikerült elveszteni az első leget. Mindenképpen sokkal több kell a hollandtól, hogyha valamit szeretne. És hát nyilván, ha a formákat nézem el, tehát Van Gerwennek a döntőbe jutása az kvázi egy ilyen kisebb fajta csoda lenne, mert én azt gondolom, hogy jelen pillanatban annak ellenére, hogy az elején ugye én Espinált kipöccintettem a négyből, de ez csak tényleg ilyen inkább álom négyes volt nálam, hiszen másfél hónap alatt azért sok mindent tudnám tenni Van Gerwen, hogy visszajöjjön a formája, de Espinál is sokkal jobb formában van, és Peter Wright is sokkal jobb formában van, mint a világ első. Úgyhogy akár azt is mondhatnám, hogy az a négyes, aki most bent volt a forduló előtt a legjobb négyben, az akár teljes joggal lehetne a résztvevője a döntőnek. De hát itt ugye nem a jogokról beszélünk, hanem pontokról és teljesítményről, és hogyha a Van Gerwen ezt megoldja, akkor azért lesz keresni való, és ahogy írják is alul, hogy mire van szüksége Van Gerwennek ahhoz, hogy tudjon nyerni, vagy be tudjon jutni a rájátszásba, hát ott van a 8-3-as győzelem kell.
És abban az esetben pedig Gary Andersont előzné meg, azt ne felejtsük el, hiszen... Ja igen, azt te kimatekoztat, hogyha háromnál több, nagyobb legarányjal nyer Gurney ellen Van Gerven, akkor megelőzi Gary Andersont is. És akkor viszont Anderson kerülne nagy bajba, mert onnantól kezdve, hogyha ez megtörténik, miközben nézzük a 18-16-ot, nem tud visszabrékelni Van Gerven, szóval mindjárt befejezem a gondolatmenetet, de hogyha már 2-0-ra tudna vezetni Gurney, akkor nem lenne egyszerű a szitu a holland számára, egyébként most sem az, de 2-0-ra vezet Daryl Gurney. Szóval abban az esetben, hogyha ez nem történik meg, hogy legalább 5 leggel nyer Michael Van Gerven, akkor Gary Anderson biztosan ott van a legjobb 4 között, és ha nem tud nyerni a holland, akkor pedig Peter Wright is biztosan ott van, hiszen őt sem tudja megelőzni egy döntetlennel sem, akkor a legkülönbségek közötti különbség. Onnantól kezdve csak az a kérdés, hogyha mondjuk döntetlent játszik Van Gerven, hogy ő jut be, vagy pedig Espinal, ez pedig Espinalon fog múlni. Így van, és hát most nem úgy zajlanak az események, hogy a holland bármi esélye lenne. Egészen érdekes, hogy már megint egy nagyon gyors hátrányba kerülések eszembesül ilyen Van Gervennek, és ebből kell kilábalni, nem tudja irányítani a meccset. Pont. Lógatja a fejét Van Gerven, maga elé néz, ezt azért nem jó látni, és itt amiről beszélünk, hogy hiába van Anderson ebben a pillanatban a második helyen, onnantól kezdve, hogy Van Gerven megnyeri ezt a meccset 8-3-ra vagy 8-2-re, már is őt megelőzi, és ezzel biztosan bent van a legjobb 4 között, de erre most valami kevés esély van, pláne, hogy így dob a világ első. Így van, és Márdulék is pont arról beszélnek, hogy Gary Anderson valószínűleg azon szurkol, hogy 4 nyert Gurney is legnél, akár hátra is dőlhet, hiszen akkor onnantól kezdve neki már nincs esélye, mármint Van Gervennek megelőznie Andersont. Igen, és gyakorlatilag nagyon jó úton jár. Gyakorlatilag, ha megvan Gurneynek a 4, akkor fellélegezhet Anderson, ha megvan a 7, fellélegezhet Wright. Az eddig jó. 20 vagy tripla 20, dupla 5. Hú, az csúnyán alatta van, de mese nincsen, Van Gervennek kell a 124. Igen, ki kell szállnia most már. Nem fog. Nem bizony. Fú, elképesztő. Bull 40 marad, a szép volt a vége, de hát nagyon nagy bajban van Michael Van Gerven. Dupla 2. Éppen, hogy benne, de még egy nyila van a dupla 2-re. Ó, és nem sikerült. Azt azért tegyük hozzá, lehet, hogy mi most úgy beszélgetünk, hogyha nincs meg a 8-2 vagy 8-3, akkor nem jut be Van Gerven, ez nem igaz. Tehát a döntetlen is elég lehet adott esetben. Igen, de hát a győzelem az szinte kötelező. Ó, és nem száll ki 3 nyílból. 3-0-ás hátránya lehet Michael Van Gervennek. Dupla 1. Még egy nyíl. Nem dobja be Gurney, visszaadja a lehetőséget Van Gervennek, ő pedig hergeli magát, felszívja, mély levegőt vesz, és akkor most jöhet a dupla 20. Dupla 10. Nem tudja bedobni, dupla 5. Az sincs benne! Hát ez az, amiről beszéltünk azért, hogy saját maga ellen játszik tulajdonképpen. 8. körben vagyunk, 8. 3-0-ra vezet Daryl Gurney. Szerdán jelent meg azzal kapcsolatban cikk, hogy Gurney ugyan nagy eséllyel nem pályázik a legjobb 4-re, sőt semmilyennel, viszont simán benne, hogy adott esetben ő döntheti el a legjobb 4 sorsát, hogy kik kerülnek be. Nem biztos, hogy erre a meccsre gondoltak, de ez most úgy beigazolódni látszik. Biztos, vagy legalábbis Van Gervent őt elütheti. Biztos nem, mert most meg már, amiről beszéltünk, hogy már motiváció sincs nagyon Gurneynél, tehát igazából, és nem azért vezet Gurney 3-0-ra, mert fergetegesen játszik, hát 82,76. Most kapaszkodjon meg mindenki a karosszékbe, 74,55-ön áll Van Gerven, szóval ki sem merik rakni. Na, az első 9 nyíl meg még fájdalmasabb Van Gervennek. 78,7. Na, ez az a szint, amit már tényleg meg tudnék dobni én is. Most természetesen nem erről szól a történet, csak hogy egyszerűen hihetetlen szinten maga alatt van Van Gerven. Persze, nyilván ez följebb fog ám menni, csak... Nem mindegy mikor. Így van, nem mindegy mikor.
hátsópályára most jobban áll Van Gerwen, pláne így. Na most kicsit összekapta magát, és ugye most már nem bukhat leget, hogyha biztos kvalifikációt szeretne magának a legjobb négybe. 180! Ez így nem lesz könnyű. Nézzük a babyfish-t. Kell a tripla, még mindig nincs meg, megint mehet a burra. Ezúttal nem dobja meg, 65 a maradék. Felezi a pontjai számát. Tripla 18, dupla 12, így 20, dupla 20. És a dupla. Benne van. 4-0. Gary Anderson ott van a legjobb négy között. Ez biztos. Elképesztő. Glenn Durant és Gary Anderson tehát készülhet október 22-ére. A két kiadó helyre még Peter Wright, Nathan Espinel, Michael Van Gerwen és Gervin Price pályázik. Smith és Gurney ebből a buliból már rég kiszállt. 140-nel kezd az északír. Az a durva, hogy ez már egy olyan különbség, amiből már egy Van Gerwennek is nagyon nehéz lesz visszajönnie. El kéne kezdeni a 4-5 körösöket dobálni, egyéb esetben ki fog kapni. Nem hogy nyerni nem fog, hanem ki is fog kapni. Nem tették még oda a Q betűt Andersonhoz, remélem nem mondtam azzal nagy hülyeséget, hogy ő már ott van a legjobb négy között. Biztos, hogy nem, szerintem. Le is vették a 8-3-as biztos kvalifikációt jelentő. Mondjuk, ha innen megnyeri 8-3-ra, meg is érdemli Van Gerwen. Hát innen már szerintem sehogy se. Én meg nem tudom. Igen, lehet, hogy szembe menne a matematikával egy picit. Hogy mi fog történni ezzel kapcsolatban, mert egyszerűen semmilyen jelét nem látom, hogy Van Gerwen oda néz, sőt! 121-ről. És négy köröst kap. És én egyébként ezért a játékért szeretem iszonyatosan Daryl Gurney, csak amikor tét van, amikor befeszül, akkor nem sül, annyira laza a keze, lehet látni, egyébként minden ott van, minden tudás ott van, a kezében is, a fejében is egyébként. Így van. Leszámítva azt, hogy amikor feszkó van, akkor kevésbé megy. 5-0-ra vezet. 90,5-ös átlaga, 41,67 százados kiszállózás, 12-ből 5 sikeres dupla. Van Gerwennél 7-ből 0. A kiszállózás 82,6-os kör átlag. Az az igazság, hogy most megkapta a Q betűt, igen, Anderson is ott van a legjobb négy között. Az az igazság, hogy szépen lassan fel kell készítenünk magunkat arra az érzésre, hogy elköszönünk Michael Van Gerwentől. Igen, abszolút. Én is azt látom, hogy itt nagyon nagy problémák vannak. Semmilyen szinten nem tud javulni. 97. Daryl Gurney meg dobja egy normál átlagos 90-es körátlagot. Wow. 131-et dobott Van Gerwen. Lehet látni, 83,4. Hát. 95 pont Gurneynek, 149 a maradék. Megvan az 57, megvan a 60 is. 98 marad a 38, gyönyörű! Ez az egy esélye van. Ilyen dobások hátsó pályáról 4-5 körösöket kell dobálni. És most szépen kényelmesen 3 nyillal a kezében odaállhat az első sikeres duplájához. Hát nem tud kiszállni 38-ról. Marad neki a 16, Gurney pedig egyet üthet a szögön a kalapáccsal a koporsóba. Pláne így, dupla 15. Bedobja! Elképesztő Daryl Gurney, sőt, elképesztő inkább Michael Van Gerwen. Nyilván jobb dicsérni valakit, mint a másikat, talán kritikával illetni, de itt hát nem tudom, hosszú távon lehet, hogy Van Gerwennek talán még jót is tehet az, hogy hazamegy ezek után, leül, átgondolja most, mi is történik éppen. 140, mert nincsen most rendben Michael Van Gerwen. Ez döbbenet, amit látok. Én nagyon-nagyon rossz formában. 140. Az, ami tegnap, és az a durva, hogy egy nap alatt. Tehát tegnap egy parádé 103-as átlaggal tudja hozni a kötelezőt, és utána odaáll a
kvázi utolsó, mert most már ebben a mezőnyben, akik még játékban vannak, tök utolsó. Görni ellen is 6-0-ra ég, úgyhogy 9-ből 0 a duplája, 86-os az átlaga. Most ezzel egy picit feljebb tornásza, de egészen elkeserítő lehet a szurkolóinak ezt látni, mert tényleg rettenetes mély gödörben van. Az 50 megvan. A tripla 13, dupla 11, gyönyörű! Hát, ha még valahogy vissza tud jönni. Jó reggelt, kívánunk, igen. Innentől kezdve egyébként, hogyha még egy leget nyer Daryl Gurney, akkor Peter Wright is bent van a legjobb négy között. Ha meg kettőt nyer, akkor Michael van Gerwen kiesik. 140-nel kezd Gurney. Bevallom, azért egy picit szurkolok legalább annak, hogy az esélye meglegyen van Gerwen számára, hogy ez ne egy csúfos búcsú legyen, mert ez az a kategória lenne, azt hiszem, hogyha most itt gyorsan lezavarná Gurney egy 8-1-jel. 60. I'd love to see it. 139. Igen. Együtt vannak van Gerwen hátsó pályán, ez nem sokat segít most neki. Daryl hasn't been spectacular, but 125. Nem egy 200 alá. Kéne a két tripla a kiszállóhoz. 138 marad a 164. Az előző kiszálló a lelkével jót tehetett, akkor ez a 164 is eléggé rángathatná, vagy elkezdhetné legalább kihúzni a gödörből. Ez most hiba volt Gurneytől, egy 40-es kör. Ez meg van Gerwentől. 122 marad. Na nézd, 136 két tripla kell, vagy egy tripla két dupla. Dupla-dupla lesz. Nem. Nem. Tripla 13, így marad az 58, igen. Magát. 18-asra kell kezd. Ó, hármas dob, tripla egyet van Gerwen. 94, így marad a 76. Na tovább juttatja Peter Wright-ot Daryl Gurney most. Két nyila van rá. Dupla 10. Benne van. 7-1-re vezet, számításaim szerint ez Peter Wright továbbjutását jelenti. Hiszen Michael van Gerwennek maximum 18 pontja lehet, annyi, mint amennyi most van Peter Wrightnak, viszont a legeket inkább le is nézzük. Nem érheti utol Wrightot Michael van Gerwen. De hát itt ennél van most sokkal nagyobb tudod, probléma mit nem is. Látok rajta, hogy érdekelnék. Igen, ez a zavaró. De nem csak most, a meccs elejétől kezdve. Nincs benne semmi tűz, semmilyen... 180! Semmi nincs benne, ami arra predesztinálná a testbeszéde bármilyen, hogy ő itt nyerni akar. Az elejétől kezdve az a bajom, hogy ezt figyelgettem végig, semmi nem látszott rajta. És ez borzasztóan baj. Hát az is lehet, hogy már összességében ezzel az egésszel a buborékkal, meg a családjától való távolléttel ő nehezebben visel, és lehet, hogy tele van az oknia, amit ma fel sem húzott. Most már föl sem húzta, igen. Minden esetre szépíthet. Dupla 20. Nincs rossz helyem, de a második viszont... Igen, így már igen. Igen, ezt beszélik már Márdülék is, hogy semmi nem működik. 140 marad a 124. Dupla 10. Benne van, bedobja. 7-2. Ugye nagyon úgy nézett ki, hogy ugye a kicsit gyengébb formája itt Milton Keynesben az előző héten orvoslásra került azzal, hogy egy nyilat cserélt. Ugye egy kicsit más kialakítású nyillal játszik van Gerwen most már, de persze ez is az ő nevét viseli ez a nyílkészlet. De most nagyon úgy néz ki, hogy ez az este, ez nem a nyílkészleten múlik, hanem valami fejben nagyon nem volt meg. Persze ebből még nyilván lehet döntetlen, láttunk már ilyet a Premier Ligák történetben, de nagyon nem érzem azt, hogy ebben a meccsben benne van a döntetlen, meg úgy nem látom van Gerwenen sem azt a tüzet, hogy ő ezt most még innen behúzná.
magnificent position. Most lehetett látni, hogy ott van a kis Q betű most már Peter Wright neve mellett is, tehát két skót ott lesz Londonban. And I don't think Peter Wright really cares who he plays in the semifinal either. He's not worried about position or anything. I agree. És közben arról beszélgetnek az angol kommentátorok, hogy mennyire lesz tét nélküli majd a Wright-Smith találkozó, és azt mondta, talán biztos nem Mason-t halljuk a fülünkön, mert lehet, hogy Mardul, hogy nem... Mardul, szerintem Mardul az egyik, az biztos. Igen, nem gondolják azt, hogy Peter Wright-ot érdekli, hogy kivel kell majd játszani az elődöntőben, és ez valószínűleg így van. 139, mind a ketten 104-en. Tutira nem érdekli. Meg egyébként talán nem is annyira számít. Na nézzük! A győzelemért a dupla 16. Benne van! Daryl Gurney 8-2-re megveri Michael van Gerwent, ez rajta nem segít. A holland világ első viszont elbúcsúzik a Premier League 2020-as idényétől. Ő egészen biztosan nem lesz ott, ellenben Glenn Durant-tel, Gary Andersonnal, Peter Wright-tal is kiderül, hogy Nathan Espinal vagy pedig Gervin Price lesz a negyedik, de nem a következő meccsen, hiszen ott majd Peter Wright és Michael Smith következnek. Remélhetőleg a tét nélküliség egy eléggé jó, látványos meccset szül. És az, hogy mi történt Van Gerwennel nem csak ma, hanem hogy az elmúlt időszakban, és mi ez a hullámvasút, azt hiszem, ezt még fogjuk boncolgatni, de most elmegyünk egy pici szünetre.